A magyar pálinka hungarikum, az újfehértói megypálinka is. Az idei megyfesztiválon a hagyományos programok mellett a helyi értékek, hungarikumok szakmai konferenciáját rendezték meg. Megtudtuk, hogy a pálinka mellett más meggyes termékek is az újfehértói gyümölcs jó hírét vihetik a jövőben. A hazai meggyet a tengeren túlon is ismerik, hungarikum. Minden hazai értéket védeni és népszerűsíteni kell, hiszen komoly gazdaságfejlesztő hatása van a hungarikumoknak. Erről az újfehértói Fürtös megyfesztiválon szóltak. 50 éve, hogy az újfehértói gyümölcskutató állomás dr. Pető Ferenc professzor munkája nyomán kinemesítette az újfehértói meggyet. A hazánkban megtermelt megy mennyisége meghaladja a 64 ezer tonnát, ennek nagy része a térségből származik. Az újfehértói meggy, így a megy felbecsülhetetlen értéke. Ízre-zamatra nagyon hasonlít a pándi megyhez. A gyümölcs nagysága olyan, ugyan kisebb, de öntermékeny, termőképessége kiváló. És tudtuk, hogy a megyet már abban az időben is igyekeztek géppel betakarítani, a rázás, a jövő technológiája, technikája, és ez a megy olyan tulajdonságú, hogyha beérett, szedésre érett, akkor megrázzuk a fát, akkor a gyümölcs sérülésmentesen leválik a kocsányról. Ez egy másik olyan tulajdonság, ami értéket ad ennek a fajtának. Évente 2000 mázsa fürtös meggyet dolgoz fel a zsindelyes pálinka főzde. A gyümölcs és a belőle készült pálinka is hungarikum. A cég szeretné a következő évben kiterjeszteni az újfehértói nemes gyümölcsből készült termékek körét. Megpróbáljuk minden fronton, akár az ételek, ételreceptek tekintetében, ha csak saját régiónkban is valamilyen formában megmutatni, akár a koktélok, a kávés kompozíciók, a csokoládék tekintetében is. Tehát mindenképpen szeretnénk a szörpök, gyümölcslevek, lekvárok, aszalványok irányába, egy gyümölcsecet irányába kiterjeszteni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a pálinkáról szóljon, hanem azt kell mondjam, hogy az élelmiszer ágazatnak majdnem minden területére kiterjedjen ez a bizonyos értékesítés. Tehát van egy kereskedelmi kapcsolata, úgymond a kezünkben, a pálinkán keresztül, ez igaz. Tehát igazából szeretnénk a létszámot bővíteni, az üzemet fejleszteni, hogy több lábra állítani, de hát ez pénz kell, komoly bevételt kell félretenni ehhez, és ehhez az kell, hogy a mostani produkció, vagy úgy mondjam, palackozói tevékenység gyereségesen, gazdaságosan működjön. A törvénykezési dolgai az elmúlt időszaknak a törvénykezési dolgai nyugvópontra kerültek, tehát a magánfőzés, pálinka törvény, a netával kapcsolatos törvények megváltoztak, a jövedéki törvény megváltozott, tehát 2016-tól teljesen átlátható, tiszta kép lesz. Azt kell mondjam, hogy talán, nem, hogy talán kalkulálható, látható a jövő. Igazából ez egy kicsit várakozás volt az elmúlt 2-3 év során, ugyanis a magánfőzésnek a dolgai azért bezavarták a kereskedelmi tevékenységet. Ez már a tavalyi évben egy nagyon komoly növekedés, tehát megfordult a tendencia, hála Istennek, tehát 25,5%-kal növekedett az országos eladás. Hála Istennek, a mélyen kezem belül 54-jel növekedett. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez tovább fog növekedni. Jövőre viszont a minden szeszipari termékre kivetendő úgynevezett neta miatt a pálinka még nagyobb előtérbe kerül. Erre készülünk mi, és ezért bővítettük a létszámot, elkezdtük képezni az munkatársainkat, és ennek gyakorlatilag a 95% új fehértói, hál' Istennek. Július 1-től 11 fővel bővítettük a foglalkoztató létszámot. Nincs pályázati kötelezettség benne, mindenféle támogatás nélkül tettük ezt meg. Sajnos az éléből, tehát az élelmiszeripari fejlesztési pályázatokból a vállalkozásunk ki van zárva, meg középvállalkozásnak minősül. Azoknál a 0%-os kamatozású 15 évre, maximum 15 éves futamidő hitelekre nem tudunk pályázni, mert desztillált szeszes talajgyártás a fő tevékenység. A Ginopnál, Keopnál ott pedig olyan belső arányok vannak, ami vállalhatatlan. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy piaci alapon fogjuk a beruházásainkat megcsinálni, és akkor ez alapján egy kiszámítható 10 éves futamidő alatt kitermelendő hitelnek a visszafizetésében kell gondolkodnunk, de ez majd az évnek a következő hónapjaiban fog ez eldőlni, hogy hogyan megyünk tovább. Egyelőre úgy tűnik, hogy a pályázati feltételek számunkra nem kedvezőek.